év utolsó kiállítását, és hát mindenek előtt elnézést kérek, hogy kivételesen hosszú évek után most ülve fogom elmondani a köszöntőmet, ami nagyon jellegzetes és örömteli a kiállítások kedves kis epizódja van. Hát a legelső, hagyd kezdjem azzal, hogy köszöntöm szeretettel Simi Norbert barátom, a Tiszalusz legfiatalabb polgármesterét. Ez nekem azért fontos, mert azért el kell mondani, hogy hosszú évek óta ebben a magánművelődés által sok-sok kiállítást rendezünk. Ő az első polgármestere ennek a falunak, aki vállalkozott. Köszönöm szépen a kedves szavakat, és számomra megtiszteltetés, hogy életem első megnyitóját a te galériában is tehetem meg. És nézd el mindenki nekem, hogy kis puskát fogok használni. Jövőre már szerintem enélkül is mennék róla. Kedves vendégem, kedves János! Mindenki tudja róla, hogy testnevelő vagyok, és Jánost őszinte meggyőződésemből sportársamnak tekintem. Ugyanis évtizedek óta az élsportolunkhoz méltó kitartással és elhivatottsággal szervezi a kulturális életet Tiszalúzban. Környékünkön példanélküli módon hozta létre ezt a galériát, ahol vagyunk, ahol évente több alkalommal megrendezett kiállításon gyönyörködhetünk egy-egy művész alkotásaiban. Így van ez most is, amikor Faragó Miklós világhírű festőművész képei művész különleges technikával dolgozik, hiszen az ecset helyett a kezét és az ujjait használja a megálmodott alkotás elkészítésére. Kedvenc témája a nőportré. A neves festő a képein túl porcelánokat és különböző dísztárgyakat is tervez és készít. Napjainkban Budapesten nyílt önálló kiállítása, amely nagy érdeklődésnek örvend. A kiállító neves festőművészek közül Puskás Imre, Szegvári Károly, Fürst József, Józsa János, Deák János, Alim Adilov, Fajka János és Szász Endre munkájában is gyönyörködhetünk. Bemutatkozhatnak még a már ismert és neves kortárs művészeken kívül dr. Csáki Tünde és Paleda Edit festőművészek is. Örülök, hogy őket is személyesen ismerhettem meg. És nagyon örülünk annak, hogy műveikkel gazdagítják ezt a szép tárlatot. Megnyitóját a Tiszalúci galériában. Nagyon sok új amatőr festőt ismerhetünk meg. A festmények között megtalálhatjuk dr. Csáki Tünde festményeit és Paleda Edit festményeit. Róluk annyit kell tudni, hogy két éve kezdtek el mind a ketten festeni, és elég sok munkájukat lehet megcsodálni nálunk, illetve most teret kaptak a fiatal festőművészek is olyannyira, hogy a fiatal korosztály, értem ez alatt az 5 évesek korosztálya is megmutatta a munkáit kiállító termében. Ahogy az a megnyitón elhangzott, ez a képtár már több éve működik Tiszalúcon.
ami egy elég nagy teljesítmény vidéki viszonylatban. Várható-e generációváltás a galéria vezetésében? A galériát édesapám kezdte el működtetni, és nyilván én amennyire tudok, segítek neki ebben. Ő mindenben támogat, segít megismerkedni a művészekkel, segít megszervezni a kiállításokat, és minden ezzel kapcsolatos munkát, feladatot megmutat és támogat a munkában. Megtartva és megőrizve a régit, milyen új irányvonalak látszódnak kialakulni a galéria jövőbeli működését illetően? A működését illetően kezdünk inkább olyan festőművészekkel kapcsolatot építeni, ápolni, és olyan festményeket kiállítani, amelyeket a fiatalabb korosztály is szeret, és szívesen kitesz az otthonában is, nézi nap, mint nap. Sokkal jobban szeretik a színesebb, a mediterrán típusú festményeket, vagy stílusú festményeket, nem pedig az ilyen komor, sötétebb árnyalat.